Szeptember 15-ig lehet befizetni a mezőgazdasági kárenyhítési hozzájárulásokat a Magyar Államkincstárnak. Erre hívta fel a figyelmet a Vármegyei Agrárkamara elnöke. Ezeknek a befizetési határideje olyan, hogy a számlán meg kell jelenni a kincstárnak a számláján szeptember 15-én 24 óráig. Amennyiben ez nem jelenik meg, akkor a kárenyhítésben nem fog részt venni az az ügyfél, de azt a befizetni szánt összeget viszont le fogják fogni a kincstár valamilyen más támogatási jogcímből. Rácz Imre hozzátette, minden évben vannak, akik határidő túllépése miatt esnek el a kárenyhítéstől. Az Agrárkamara elnöke úgy látja, az idei időjárás a tavalyihoz képest kedvező volt, inkább az orosz-ukrán háború gazdasági következményei okoznak nehézségeket a magyar gazdáknak. Csapadékos időjárás volt, és a tavalyival összesen lehet vetni, ugye rengeteg aszálykárt jelentettek a gazdálkodóink a tavalyi évben. Az idén azt mondhatnánk, hogy a kalászosok betakarítása után azt állapítottuk meg, hogy a országos átlag felett van a megyei átlag titikáléből is, búzából is, szinte minden gabonaféléből. Úgyhogy nem panaszkodhatunk itt, most ha panaszkodhatunk, akkor a tavaly elkezdődött háborús helyzet okozta piaci zavarok, okozzák még a mai napig is a problémákat. Az idei búzatermés esetében az össztermésnek csak mintegy 30%-a felelt meg a kívánt minőségnek, és mintegy 70% csak takarmány minőségű besorolást kapott. Ebben szerepet játszhat Rácz Imre szerint az is, hogy az input anyagok drágulása miatt sok gazdálkodó takarékoskodni kezdett, és bizonyos tápanyagok nem jutottak ki idén a különböző növénykultúrákba. A vármegyei elnök szerint a napraforgó és kukorica betakarítása előtt attól félnek a gazdák, hogy nem tudják majd eladni a terményt, mivel sok raktárban még a tavaly megtermelt áru is ott áll. Úgy látja, a mezőgazdasági önellátásban, az alapvető élelmiszerek megtermelésében jelentős változásra lenne szükség. Alapvető burgonyát se tudjuk megtermelni, a búzát Ukrajnából hozzuk, a gyümölcsöket más országokból hozzuk, mikor valamikor ennek szinte térségi vagy megyei hagyományai voltak, például Szabolcs-Szatmár-Bereg megyére gondolok itt a burgonyával, és nem termelünk annyi burgonyát. Annyi burgonyát vetettünk a megyében, ez 980 hektár, valamikor a TSZ meg az állami gazdaság idejében Balkányban 1000 hektáron felül termeltek burgonyát egy faluba. Rácz Imre szerint a hazai mezőgazdászok egyelőre várják az új EU-s pályázatok kiírását, amelyeknek pozitív hatásai idén még nem lesznek érezhetők. Addig is marad a kárenyhítés lehetősége, amennyiben az érintettek szeptember 15-ig eleget tesznek fizetési kötelezettségüknek. A legutóbbi információnk szerint mintegy 28 000 hektárra jelentettek be kárt a Vármegye területén.